Jótékonyság a teátrumban, teltház előtt adták elő a Hevesi Sándor Színházban a Muzsika hangja című musicalt, amelynek az volt a különleges apropója, hogy a bevételt a mandulavirág fogyatékkal élő gondozóházának ajánlották fel. Mint vodka csaszárnya, verdes a vízen. A színház 2010 óta minden évben segít különböző intézményeknek. A vezetőség és a dolgozók idén is nyílt szívvel fogadták Török Zoltán református lelkész kérését. Eddig tudtunk jótékonysági gálákat szervezni, most annyira feszített a munkarendünk és az évados rendszerünk, hogy egy saját előadást ajánlottunk fel. Azt gondolom, hogy Muzsika hangja olyan családi musical, ami a szeretetről, összetartozásról, szolidaritásról szól. Azt gondolom, hogy ha ennek a bevétele ennek a bizonyos intézménynek a számlájára fog érkezni, ez nagy segítség lesz. A gondozóház 3 évvel ezelőtt, 2011-ben nyitotta meg kapuit. Az intézmény jól felszerelt, otthonos környezetben, személyre szabott ápolással, gondozással segítséget nyújt a fogyatékkal élő embereknek egészségi és mentális állapotuk megőrzésében. Ehhez azonban különféle eszközökre van szükségük. Azt gondoltam én, és a munkatársaim is egyetértettek abban, hogy legyen ez valami maradandó, amit nagyon szívesen használnak majd a gondozottjaink, és azért arra gondoltunk, hogy egy utcai udvari játszóeszközt szeretnénk, felnőtt játszóeszközt, és ezt a mi gondozottjaink nagyon kedvelik. Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat irodavezetője azt mondta, minden segítség fontos, így a jelenlét is. Ezért meghívta a nézőket a gondozóházba, hogy ezzel is boldogságot csempészenek az ott lakók életébe.